Világít a második gyertya és a város adventi koszorúján. Vasárnap este Bizzer András alpolgármester és Makovicki Gyula evangélikus lelkész gyújtotta meg a remény lángját az Erzsébet téren. Akár csak az első adventi vasárnapon most is kiegészítő programmal kedveskedtek a szervezők a résztvevőknek, akik Tulman Géza ének műsorát tekinthették meg. A fellépést követően beszédet mondott Bizer András és Makovicki Gyula is. Az evangélikus lelkész az ünnep szellemiségéről idézett egy történetet az egybegyűlteknek, majd felcsavarták a remény lángját. Az örömlángját december 11-én vasárnap este Balogh László, a polgármestere és Hella Ferenc gyújtja meg a város főterén.